Szia, szevasz, üdvözlök mindenkinek ezen a szép napon, esik az eső, képzeld el, talán mondtam a videóban, hogy valószínűleg esni fog az eső, mutatom. Oda nézzél, hogy esik az eső. Látod? Szakadt. Lehet, hogy a kamera annyira nem látni, de ilyen nagyon rossz idő van. Annyira nem jó az idő, képzeld el, hogy reggel épp, hogy csak elmentünk a boltba, vettünk tejet, kenyeret, nem, tejet nem vettünk, mert elfelejtettük, ugye szokás szerint mindig mindent elfosztottunk felejteni, na minden, kenyeret vettünk, és hazajöttünk, és itthon vagyunk. Semmihez nincs kedvünk, ugyanis ilyen időben nem olyan álmosító. Ti mit csináltok? Ide a videó alá írjátok meg, mit csináltok, vagy mit lehet csinálni ilyen időbe, mikor esik az eső, kimenni nagyon nem tud sehova. Hideg az nem olyan hideg, ugye nem, nincs annyira hideg, de nem tudom, voltatok ti is már itt? Biztos, hogy voltatok, vagy vagytok, ugye. Főleg ugye Magyarországon, mikor ilyen télies idő van, és nem tudom, mit lehet csinálni, vagy mit szoktatok csinálni. Ugyanis nekem semmi ötletem nincsen. A Lucas ugye elment a szüleimhez, a Davis most a feleségemmel játszik ott hátul a szobába, eddig én játszottam vele, építettünk, aztán játszottunk egy picit a PlayStation-en, és ennyi. Most gondoltam, hogy valamit filmezek, ugyanis gondoltam, hogy ma nem filmezek semmit, ugyanis egyszerűen nem tudom, nem tudom mit filmezni. Olyan hangulatom van, hogy semmit tenni kedvem van, és na minden. Mit lehet ilyenkor csinálni? Társas játékozni? Tévét nézni? Bár lehet, hogy valami tévét lehet nézni. Várjál, kapcsolok villanyt, mit csinálok? Csak az a baj, hogy a Davis mellett ugye nem lehet leülni egy órára, vagy másfél, még 10 percre se. Ugyanis a Davisnek annak mindig rohanni kell, meg játszani kell vele. Úgyis el vagyunk, na. Aztán néha ugye leül a Davis, néz egy ilyen rövidebb mesét, vagy valamit játszik az iPad-en, és közben kapcsolgattam a villanyokat. Látod, mert fel van kapcsolva, le van kapcsolva, éppen hova rohan, ugye. És ott vagyunk. Úgyhogy nem tudom, ha gondoljátok, írjátok meg ide a videó alá. És bármire megkapom ezeket a kommenteket, addigra már másnap lesz mi nálunk. Ha lehet, hogy holnap is esni fog az eső. És nem tudom, próbáltam gondolkodni, hogy hova menjünk, mit csináljuk. Általában mindig van valami ötletem, de ma nem is mentem el dolgozni, ilyen unalmas nap van. Az unalmas napokat nem szeretem. Gondoltam, hogy válaszolok ugye kérdésekre, de múltkor válaszoltam kérdésekre 50 percben, úgyhogy úgy nem tudom, hogy kinek mi a kérdése, de az autóra lehet, hogy van kérdésetek, tehát arra tudok válaszolni, hogy ez a mai vlog lehet, hogy ilyen beszélős vlog lesz már. Lehet, hogy játszunk majd itt közben, vagy valamit csinálunk, de ugye van trap videóban mondtam, hogy elmentünk megnézni az autókat, és eddig nem tudom, egyszerűen nem tudok dönteni. Ugye szeretem az autómat, tehát szeretem a Fordot, tehát nem az, hogy nem szeretem, csak nem tudom, elég jó árt ígértek, ugye érte, tehát na minden. Hogyha elcserélnénk, eddig azt hiszem, hogy úgy vagyunk, hogy a Mazdát választottuk, a CX-3-asat, ugye azt a kisebbet, amit láttatok szinte, azzal a fekete kerékkel, ugye fehér színbe, és nem az az autó, és az egy alapautó volt, ami fel volt egy kicsit így tuningolva, hanem a jobb változatot ugye választottuk. Hogy ha ugye eladnánk, vagy becserélnénk, akkor volt, hogy az mellett döntünk, és majd meglátjuk. Bár egészen addig még nem találok valami másfajtát, ugye, és minden nap változik a véleményem. Tehát először akartam a Mitsubishit, aztán akartam a Mazdát, utána akartam a Kiát, aztán akartam a Hondát is, utána nézegettem a Civic-et, ugye, főleg ezt a Type R-eset, nem tudom, hogy ti láttátok-e vagy nem, nálunk most jön ki, rettentő szép autó, de rettentő drága, úgyhogy olyat biztos, hogy nem veszek meg, mondjuk vonalrobot arra tenni, ugye ilyen sportosabb autóra, aki nem tudná, ugye milyen a Type R, az a sportosabb sport, ugye. Az inkább ilyen sportos autó, mint a Subaru, a VRX, ugye biztos, hogy tudjátok, hogy ilyen, és arra vonalorgot tenni, egy olyan autóval húzogatni csónakokat, de szerintem nem arra való, úgyhogy amúgy tetszik, bár van neki másik változata is, a sima Civic, ugye az a családiasabb változat, de Hondán még az életben nem volt, tehát nem tudom, hogy a Honda az milyen autó, jó autó, vagy nem jó autó, bár biztos, hogy jó. Mindegy, na felkelek, aztán valamit csinálunk, nem tudom, mit csinálunk, iszok egyet. És elmegyünk megnézni, hogy mit épít a Davis ott hátul, aztán lehet, hogy ugrálunk egyet az ágyon. Látod, ilyenkor ilyen sötét van, amúgy nincs is olyan, 10 perc múlva lesz 5 óra. Ittam! Tehát, ahogy mondtam, hogy ez a mai videó csak inkább így ilyen bejelentkező videó, ugye, mert nem szeretem, tudod, hogyha azt mondom, ugye, ahogy szoktam mondani, hogyha van videó szombaton, vasárnap és szerdán, ugye jelenleg, akkor van videó, mindegy, hogy mi van, tehát valamit akkor is ugye akarok filmezni, ha nem is érdekes, ugye, és lehet, hogy sok embernek a mai videó nem érdekes, de ma meglátjuk. Bár holnap, ha jó idő lesz,
akkor kivisszük a jetskit valószínű, legalábbis elviszem egyet, mert most már egy több mint egy hete nem mentem vele, képzeld el, azóta így, ilyen idő van, esik az eső, én nem tudom mi történt, tudom, hogy mi történt, télen nem esett az eső. Egy szem eső nem volt egész télen, komolyan mondom, talán ha egy napot vagy kettőt maximum esett, és tényleg kéne ilyen időnek lenni, hogy esik az eső, és nem ilyenkor, tavasszal, komolyan mondom, na minden. Általában jön hónaptól kezd elmenni, és jön a napsütés, úgyhogy majd meglátjuk. Na mi a helyzet, Nyuszi? Blogs! Ja, Blogs, mit építesz? Tornyot? Mi történt? Tudod, ez a szoba milyen szép tiszta, nem tiszta volt, hanem el volt minden pakolva, egészen reggelig, itt rend volt. Aztán a Davis elszűrűvelte. Aztán valamit akarok tőletek kérdezni, nagy ritkán meg szoktam tőletek legalább évente egyszer kérdezni, hogy melyik azok a magyar filmek, amiket érdemes megnézni, melyikek azok, és hogyha meg valaki megtudná nekem, hogy egyáltalán hol lehet ezeket megnézni, ugye Netflixen nincsen fel, azt mondták, nincsen fönt, tehát valami olyan helyen, YouTube-on néha vannak fel magyar filmek. És chocolate, van csokid, hát az nagyon jó, milyen csokid van? Ez a Kinder csoki, látod? Szereti a Davis nagyon ezt a csokit. Na minden, és ugye néha szoktam nézni magyar filmeket, ahogy mondtam, a múltkor megnéztem még egy magyar filmet. Ez a magyar film, elfelejtettem a nevét, de valami szíves volt, várjál, valami szívtelen, nem szívtelen. Arról szólt, hogy biztos, hogy láttátok, ugye voltak ezek az emberek ilyen tolókocsiba, és bérgyilkos volt az egyik, és na minden, biztos, hogy láttátok, elfelejtettem a nevét, valami szíves valami. Na minden. Aztán éppen most nézegettem a Facebookot, nem pont most, de korábban reggel, amikor felébredtem, ugye minden reggel még ebédelek, reggelizek, meg szoktam egyet húzogatni, mármint a telefonon a Facebookot, és na minden. Láttam, hogy jön egy új film. Novemberben, azt hiszem, vagy októberben? Nem, novemberben, jövő hónapban aztán. Erre a viszkis, miről volt? A bankrablóról, ugye? Mi volt a címe? Na várjál, az a viszkis, mindenki ismeri, na. Majd biztos, hogy nagyon sokan, ugye annak idején még Magyarországon laktunk, mikor volt ez a viszkis rabló, és mentől rabolni a bankokat ugye Magyarországon, tehát ez a film róla készült, azt hiszem, igaz történet alapján. Én nem fogom tudni megnézni a moziba, bár szívesen elmennék és megnézni, mert jó volt megnézni, mert jó volt ugye a bemutatója, de majd egyszer kijön ugye DVD-n egy év múlva, majd biztos, hogy meg fogom tudni nézni. De jónak tűnt. Tehát mondjad, Nyuszi, mondjad, mi a helyzet? Mondjad. Kész még csokit? Persze ott van még a kezedbe, de ne hülyéskedjél. Azt előbb edd meg, aztán iszunk egyet rá, jó? Megtöröljük a kezünket, mami megtöröli a kezedet. Tehát a kérdésem, végül is nem olyan film, ugye, de... Tehát a kérdésem, valami hasonló film, amit érdemes megnézni, magyar film van-e? Vagy mi a címe, vagy megpróbálok rákeresni, vagy hogyha fent van a YouTube-on, bár lehet, hogy fent van, lehet, hogy nincs, nem tudom, sok minden fent van a YouTube-on amúgy, és mostanában egyszer-kétszer nézek ilyen magyar filmet, ugyanis találtam, ugyanúgy mondtam múltkor azt adat, aztán egy másikat, aztán ennyi. Túl-túl sok ugye magyar film nincsen, meg hogyha van is, akkor vagy olyan, hogy vagy elasszol az első 5 perc után, vagy na minden, nem a legjobb, ugye, ugyanúgy, mint régen. Tehát régen is voltak jó magyar filmek, meg kevésbé jó magyar filmek. Tehát például az Üvegtigrist én nagyon szerettem annak idején, hogy az valami Amerikát. Ha jól tudom, jön a valami Amerikának a negyedik része, nem? Jövőre? Valamint ha ezt láttam volna múltkor, nem tudom, valami filmet néztem, és valahol ott hirdették. Vagy na minden, gondoljátok, azt is írjátok meg ide a videó alá. Na, mit csinálsz? Na, nincs több csoki, te! Egész nap csokit enne a Davis. Csokit nem lehet ugye mindig enni. Te, Nyuszi, mit csinálsz? Te! Megnézzük a hasadat? Hello, hello! Hello, hello, hello! Na mi a helyzet? Mit csinálunk? Aha, nem csikázunk. Mit akarsz csinálni? Rohangálni, ugrálni, építeni. Fán. Mit? Fán, ja. Na vigyázz, ott le fogsz onnét esni. Sem. Nem ugrunk. Na, de is nagyon szeret ugrálni, mindenhonnét. Mindenre felmászni, például arra a székre. Mit mondasz? Mi? Nézd, hogy néz ki megint az ágy. Jelenleg itten ugrálunk az ágyon, meg bujkálunk a takaró alá. Spider-Man, Superman, mi? Mit csinálsz?
Mint, te vagy a Spider-Man, vagy a Superman? Dad! Bad! Ja, ugorj rá az ágyra! Kijátszottuk magunkat a jelenet közben a nap, hogy látjátok besötétedet. Mit mondasz? Arra nézzél ki van ott. Ja! Hova autózol? Ugye a Davis mindig nagyon szereti ezt az autóját. Csak néha fel kell ugye tölteni, mert lemerül, és most nem megy olyan túl gyorsan, mert le van merülve. Hova? Nehogy nekem gyere! Te! Úgyhogy ezt a mai videót én itt most lassan befejezem, ugyanis eddig sem csináltunk semmi érdekeset, de most már ezen túl sem fogunk csinálni. Talán holnap jobb idő lesz, komolyan mondom, és el fogunk tudni menni ugye több helyre, mert ki tudom vinni megint a jetskit egyet. Úgyhogy mára ennyit, nektek további szép napot, hogyha napot, hogy reggelt, jó estét, szeretnék kívánni, attól függ, hogy mikor nézzétek, ahogy szoktam mondani. Sziasztok!